Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 2013-as év adventi koncertjére eljött kedves testvéreket, mindenek előtt a kórusokat, akik megörvendeztetnek bennünket az ő énekükkel, a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógus énekkarát és vendégeinket, a Kiskunfélegyházi Palesztrina kamarakórus tagjait. Az angyalok öröméneket zengtek, ahogyan mondja a Szentírás, amikor megjelentek a pásztoroknak és hírül adták a Messiásnak az eljövetelét. Nagyon sok mindenről lehet énekelni, az ember dalba önti a bánatát is sokszor, dalba önti a csalódásait, a keservét, de mennyivel másképpen hangzik az a dal, az az ének, amelyet az öröm hangol a szívünkben. Az advent a várakozásnak az öröme tölt el most bennünket, és a dallamok, amelyek fölcsendülnek, erről az örömről árulkodnak, arról, hogy megnyitjuk a szívünk kapuját az érkező Isten fia előtt. Köszönjük, hogy ebben segítenek bennünket az énekesek, a kórusok, köszönjük az ebbe belefektetett munkájukat, készületüket, és ezek a dalok valóban legyenek imádságok, ne csak az ő ajkukon, hanem a mi szívünkben valamennyien imádságos lélekkel vegyünk részt ezen a mai koncerten. Kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógus énekkarának immár hagyományossá vált karácsonyi koncertjén. A mai este különleges zenei élményt ígér. Kórusunknak, amint hallhatták, vendége is van. A Kiskunfélegyházi Palesztrina Kamarakórus. Az imént Georg Friedrich Händel Örvenyvilág kezdetű műve hangzott fel a két énekkar előadásában. Hangversenyünk első felében a házigazda, Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógus énekkarát hallhatjuk. A Jöjjetek hívek melódiája több száz évvel ezelőtt keletkezett. A hagyomány szerint portugál tengerészdal volt. Írországban azonban úgy tartják, náluk keletkezett, és egy angliai számüzetéséből Franciaországba érkező apát hozta magával első versszakát, amelyhez később újabb három szakaszt költött. Az apátnak annyira megtetszett a dallam, hogy azt a vecsernyén is énekelték a hívekkel. Innen terjedt el egész Európában. Ezt halljuk most Adeste Fideles címmel. Adeste fideles, lidi triumphans.
Van a csoda, karácsony csodája, amire várunk, és ami beteljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik, nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másút kell keresni, másút lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő jó kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csak is ezek. Csak ezek. Ez a karácsony csodája, írta Csitári Hok Tamás. Ezeket a gondolatokat mi is követhetné más, mint Farkas Ferenc Áldott éj című műve. A gregorián dallamok a középkort követően egyre kevesebbszer szólaltak meg a templomokban. Csak a 19. század közepén merült fel az igény az eredeti gregorián megszólaltatására. A franciaországi Solém kolostorában bencés szerzetesek áldozatos munkával javították ki a dallamokat a régi kódexek alapján. Az általuk megalkotott gregorián ének nívója, a dallamok, a liturgikus terek és öltözékek kiemelkedő szépsége nem csupán esztétikai igényességüknek tudható be, hanem az Istennek nyújtandó, kifogástalan szolgálat iránti vágyukból is fakad. Most hallgassunk egy ilyen éneket Demény Dezső feldolgozásában. Puernatus in Betlehem, azaz gyermek született Betlehemben.
A 17. században élt az a szövegíró, Gerhard Pál, aki így öntötte szavakban szent éjtitkát. Halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám véled. Te rovad ömlik rám a fény, a béke, boldog élet, a lélek ékességei. Belőlük hitnek mennyei szép tisztasága árad. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked, bár felfoghatna tégedet az ember szív és ismeret, hogy megfejtesse titkod. Megváltom, egy kérésemet nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, és bölcsőd, szállásod leszek. Jöv el hát, tölts el engemet magaddal, nagy örömmel. Ehhez a vershez Alexander Bach ír dallamot. Ezt énekli most a kórus, Itt állok jászolott felett címmel. Salutatio Angelica, az üdvözlégy, teljes nevén angyali üdvözlet, egyike a katolikus és ortodox hívők legfontosabb imáinak. Másik ismert címe Ave Maria. A szöveg a Bibliából vett mondatokat ötvöz egybe. Ma ismert szövegváltozatát a középkorban alakították ki. Az ima kiinduló pontja az az új szövetségi történet, amikor Gábor főangyal közli Szűz Máriával
Jézus fogantatásáról szóló hírt. Ezt követi Mária látogatása Erzsébetnél. Az ima latin nyelvű szövegéhez sokan írtak zenét Ave Maria címmel. Közönségünk most Liszt Ferenc művét hallgathatja meg. Most engedjék meg, hogy a minket eddig gyönyörű muzsikával megajándékozó kórusról szóljak néhány szót. A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógus énekkara 2008. novemberében szerveződött kamarakórusként az iskolában tanító tanárokból. Kezdetben az éneklés öröme és a közös tanári pálya kötötte össze őket, de a repertoár alapos megválasztásával ez az elfoglaltság hivatássá vált. A legelső, egy iskolai adventi gyertyagyújtáson történő megszólalásuk óta Kovács Mihály kántor, énekzene és hittanár irányítja az akkor még 8 fős, mára már 15 tagot számláló kórust. Lelkes odaadással, remek érzékkel végzi munkáját. Kutatja az új és technikai kihívásokkal teli egyházi és világi vegyeskori műveket. A kórus fontosnak tartja a fenntartó egyházzal való kapcsolatot, ezért szívesen vállal szerepet katolikus rendezvényeken, szentmiséken, illetve a templomi kórust is erősíti. Rendszeresen énekel Kiskunhalason iskolai,
egyházi, kulturális rendezvényeken, de megfordult már Dunaszent Benedek, Szeged, Soltvadkert, Nemesnád udvar, Jánoshalma és Kiskunfély egyháza katolikus templomaiban is. Részt vett megyei kórus találkozón, valamint énekelt Mága Zoltán kiskunhalsi koncertjén. A ma esti hangverseny különleges az énekkar életében, hiszen ez egyben 5. születésnapjának ünneplése is. A kórus szeretné megköszönni azt a támogatást, amelyet tavaly kapott önöktől a koncert végén. Abból az összegből az összetartozásukat kifejező nyakkendőket és kendőket vásároltak, amelyeket most önök is láthatnak. Ha a mai műsoruk is elnyeri az önök tetszését, kérjük, támogató adományaikat a kijáratnál elhelyezett persejekbe helyezzék el. Köszönjük! A mai évfordulós este öröme is átszínezi a következő művet. Hallgassák meg Leonard Schröter Száj ég felé vigalmunk című művét. Az O Holy Night karácsonyi dal, melynek zenéjét Adolf Edem szerezte 1847-ben egy francia verset megzenésítve. Angol szövegét John Sullivan Dwight unitárius lelkész írta a francia szöveg alapján. A dal franciául és angolul Krisztus születéséről és a megváltásról szól. Számos híres énekes feldolgozta, például Luciano Pavarotti, Mariah Carey, Céline Dion, Josh Groban vagy Andrea Bocelli. Ezúttal szólaljon meg itt, nekünk, Kiskunhalson. Thank you.
Kérem, most hallgassák meg a Palesztina Kamara kórus műsorát. Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóságunkat a Kiskun Félegyházi Palesztina Kamara Kórus nevében. Mi most járunk először Kiskunhalason, ezért szeretném röviden bemutatni kis csapatunkat. 4 éve alakultunk a Félegyházi Szent István templom kamarakórusaként, így főleg miséken énekelünk, de koncerteken is fellépünk rendszeresen. Az ország több részén szerepeltünk már, sőt nyáron a vajdasági Nagybecskerek székesegyházában is alkalmunk volt énekelni. Repertoárunkban főleg reneszánsz egyházi művek szerepelnek, de máskorok szerzőitől is szívesen tűzünk műsorra. Most műsorunkban először adventi hangulatú témájú műveket énekelünk. Elsőként a francia ökumenikus tézei közösség egyik adventi hangulatú énekét szólaltatjuk meg. Oh.
Most Kodály Zoltán adventi énekét hallhatják. Thank you.
Ezután most a karácsonyi ünnep liturgikus énekeiből adunk elő párat. Először egy kora reneszánsz, 15. századi kassai kéziratból származó Gregórián és annak több szólamú feldolgozása következik. Verbum caro factum est, az ige testé lett és itt élt köztünk. Ismét Major Gregórián és annak több szólamú feldolgozásából hallhatunk egy 15. századi ismeretlen szerzőtől. Dies est laetitiae.
Vígságnak ez nagy napja, mert király születék szűznek méhéből. Szólót énekel Marsalak Eszter. Victoria, spanyol reneszánsz zeneszerzőtől, O Magnum Mysterium következik. Ó nagy titok és csodálatos szent esemény, hogy az ember élet Istent jászolában fekve láthatjuk. Ó boldog szűz, akinek méhe hordozhatta Urunkat Jézus Krisztust.
Most egy ukrán népdalnak Leontovics-féle feldolgozása következik, mely több karácsonyi jelenetű filmben is többször felhangzik. Magyar fordításban énekeljük Karácsonyi harangok címmel. És befejezésül, mivel december 8-a van, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe lenne, de mivel ugye vasárnapra esik, holnap ünnepeljük. Eszterházy Pál Harmonia Celestisből átiratomban három Mária ének következik. O nitida Stella Mária, Tota dulcis es Maria és Ave Maria Stella, melyben majd szólót énekel Marsalek Eszter. Oh.
Kedves vendégeink, hangversenyünk véget ért. Szeretnénk megköszönni a Kiskunfélyi Egyházi Parasztasszonyi Kamarakórusnak és Szatmári Imre karnagyúrnak, hogy elfogadták meghívásunkat. Itt ragadjuk meg az alkalmat mindazon támogatóknak, akik lehetővé tették a koncertet, megköszönjük, amit adtak. Elsősorban is dr. Finta József plébános atyának, aki a helyet biztosította. A McKenzie Televíziónak, amely rögzíti a koncertet és DVD-t készít belőle, amelyeket egy későbbi időpontban önök is megvásárolhatnak. A Halasi Borászati Kft. Szőke pincészetének, a Csányi Pékségnek, Tóth Tibornak, a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatójának, és természetesen önöknek, akik eljöttek, hogy anyagi támogatásukkal és tapsukkal bátorítsanak bennünket. A hangverseny után szeretnénk önöket meghívni a plébánia udvarára, egy forró teára és lélekmelegítő forralt borra. Az imént azt mondtam, hogy a hangverseny véget ért, de természetesen van még egy ráadás. Amint látják, a két kórus közösen fogja előadni a Deck the Hall című dalt, amely egy hagyományos karácsonyi és újévi időszakra jellemző örömének. A Velszi dallam a 16. századból való, és a Nos Galánhoz, egy tradicionális velszi újévi énekhez tartozik. A szöveg fellelhető az eredeti velszi változatban, illetve modern angol átiratban. Koncertünk zárásaként a két kórus előadásában hallhatjuk a 19. századból való angol fordításban. Ezzel kívánunk mindenkinek áldott, békés, karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Thank you.
Hálásan köszönjük a Mikulás bácsinak az ajándékokat, és hálásan köszönjük a kórusoknak a ma esti szép szereplést, lelki élményt, amit adtak, és esztétikai élményt. Kívánok a Szent József Katolikus Iskola és Ovoda pedagógus karának, a Palesztina Kamarakórus tagjainak és minden kedves jelenlévőnek áldott további készületet az advent szent napjaiban, és kívánok majd örömteli békés karácsonyt, bár remélem, hogy addig még találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!